Te mennyire vagy otthon, vagy mennyire vagy jelen ilyen online felületeken? Hát nem vagyok az embered, mert gyakorlatilag egyáltalán nem. A Facebook az már kifejezetten ciki, ugye? Most már mindenki instázik. Van egy lány, aki fel rak rólam ilyen dolgokat, míg az HBO-ban, amikor az aranyért, ő onnan van a kapcsolat, a Pincés Ádám, aki az HBO-nak egy marketinges dolgot csinálta, ő ajánlotta, nem is találkoztam vele, és fel kerülnek ilyen hírek, vagy cikkek, vagy interjúk, vagy ilyen koncertek kapcsolatos dolgok, de gyakorlatilag semmi. Tehát akkor nem is vagy képben, hogy mi a retorika, az online retorika így a világban? Hát biztos, hogy volt, hogy ez a retorika 10 évvel, hogy mit tudom én, hogy ki mit villantott. Te mennyit egy nap 24 órájából mennyit vagy a neten rajta, vagy mennyit foglalkozol ezzel? Tehát ilyen főállású élet ez? Én kizárólag netre dolgozom. A helyzet az, hogy ez egy ilyen abszolút egy alternatív világgá vált. Aha. Ami nyilván azért, mert az egy menedék bizonyos embereknek. Hiszen nem elégedettek ezzel a világgal, nem tudnak benne érvényesülni, mit tudom én, nagyon mondjuk olyan helyen laknak, olyan körülmények között, ahol eléggé be vannak korlátozva, és a net az gyakorlatilag egy ilyen second life-ként működik. Na most innentől kezdve teljesen mások a szabályok, teljesen más minden. Az internet az gyakorlatilag a klasszikus médiumoknak az alternatívája, és méghozzá azért nem minőségben, meg nem azért, mert ott jobb sztárok lennének, vagy minőségibb tudsz lenne, hanem egyszerűen azért, mert a régi old school médiumok, azok hazudnak. Értem. És a online felület nem hazudik? Na ez az. Hát dehogy nem hazudik. Mindenki hazudik, ezt te is tudod, Krisztián. Tehát például, hogyha felraknak egy olyan hírt, hogy ne tudja meg, mi történt Demcsák Zsuzsával, és akkor kattintsál, te hülye barom, és akkor mi történt vele? Hát felállt a székről. Körülbelül ez a hírnek az értéke. Filmet nézek tévén, de úgy tévéműsort nem. Mondom, látod? Pedig hát ő az én generáció. Én praktikus okokból nem, tehát minden fenn van neten, amit én szeretnék. Ugyanakkor fenn vannak ezek a hülyék is, akik azt hiszik, hogy na, az viszont a valóság. És te mire fordítod mi azt szerinted a legfontosabb társadalmi üzenete, vagy a te szemszögödből mi a legfontosabb ereje a hír, amit te csinálsz? Reggel ezzel kezd, hogy felkezd, akkor egyből ügy? Nem, most már nem. Most már, de régebben? Régebben persze, mert ugye van ennek egy tehát ez azért izgalmas. Tehát ez ugyanolyan, mint amikor itt tetszel a csajoknak, tudod, hogy jaj, de jó, tetszem a csajoknak, és így idő után már rájössz, hogy tök fölösleges, mert most nem ez számít. És olyan is van, hogy állsz a villamos megállóba, és rádordítanak csajok? Volt olyan. Érdemes összemosni, hogy mondjuk egy influencer, vagy bizonyos tartalmakat használó ember, ő nem szereti, hogy ezt használják, szerinted te ebben a szóval így meg vagy elégedve, ha téged annak neveznek? Vagy te többnek gondolod magad? Krisztián, gyakorlatilag nulla képességgel is valaki influencernek nevezi magát. Szerintem azt a posztolók, a nép eldönti, hogy kit tartanak annak, vagy ezzel, amifel kit tartanak jónak, nem? És akkor te ebből meg is tudsz élni? Igen. De már olyan neved van, hogy hívnak ügynökségek? Hogy... Igen. Aha. Mi volt az első olyan negatív élményed, ami egy kicsit úgy megrémisztett? Fogadnak telefonon esténként 15-ször, 20-szor, és ott azt mondják, hogy megdög lesz köcsög zsidó, azzal már tud mit kezdeni a rendőrség, mert az fenyegetés. De az, és ezt rögzítetted? Aha, és ezt elvittem, ezért bemutattam neki, és el is kapták ezeket az embereket, meg gondolom megfenyítették. És van olyan, hogy mész az utcán és hátra nézel azért? Vagy ebben az időszakban volt ilyen félelemérzet az utcán? Nem, hát ezek elég fiatal srácok voltak, tehát ilyen 14-15. Tudod is rúgni, ütni. Nyilván mindenki, aki dolgozik, meg él, meg csinálja a dolgait, az azért... Igyál egy kis lépcsét, de nagyon jó. Tartsam addig, hogyha az az élet mondjuk, hogy sarkakata lefotózza magát a edzőterembe úgy, hogy ember úgy nem állna meg soha, hogy csinosnak tűnjön, annyi az élet, hogy közben tükörben magát fotózol vagy autóba, az egy borzasztó sivár élet, szóval attól ostobábbat és szánalmasat nem tudok elképzelni. Az internet is valahogy magabiztossá teszi az embert, hogy mintha történne vele valami, közben ahogy mondtad, hogy párhuzamos valóságot építenek fel, szóval ezek nem igaz dolgok, de hát az, hogy Kylie Jenner vagy mit tudom én, tehát hogy 140 milliós követő táborok vannak,
akkor egy kicsit elgondolkozol, hogy mit zárjon ki az ember az életében, és mit talál fontosnak. Magyarország szerintem még mindig ott tart, hogy még mindig érdekes az, amikor érdektelen ember valamit csinál. Szóval szerintem ezen már túl kéne lejön. Engem azért kezdtek el egy nap basztatni, mert hogy elmentünk a baráti társaságra, és reggeliztünk. Ettünk egy reggelit, és az nem úgy volt megvágva, mint hogyha az olyan beállított lenne, tehát ilyentől kezdve az olyan volt, mint hogy de kibasztatott téteket. Hát ezek a trollok. De várjál, most kezdek megbolondulni. Csak akkor ezzel mi? Mert hogy ez reklám? Nem, hanem ebből az jött le, hogy te nem vagy igazi, mert hogy ez nem ott van. Te megjátszod magad azért, hogy még elmész egy rántottázni, hogy engem, hogy nekem az orrom alá dörgöld az, hogy nekem nincsen pénzem elmenni rántottázni, de nekem a szerkesztői szkíjeim vannak meg arra, hogy befolyásoljak embereket. Uh-huh. Ez a szekunder dolog. Tehát, hogy fölveszem azt, hogy mi itt beszélgetünk, de aztán ebből össze tudok vágni egy olyan anyagot, hogy mi nagyon gyűlöljük egymást, meg azt is, hogy nem, meg össze tudom úgy hozni, hogy te kérted, hogy találkozzunk, meg azt, hogy ilyen. Tehát bármiféle kontextust tudok adni ennek az anyagnak. De te viszont, neked viszont megvannak azok a színészi szkíjeid, hogy primér módon telibe átcsesszél akár engem, akár a nézőt, akármit, és azt én vághatom, ahogy akarom, akkor te egy olyan karakter leszel, amit utána nem lehet letagadni. És hogy a netnek ez a problémája szerintem, hogy nagyon sok civil csinálja, megszerkeszti a cuccot, de érződik, hogy csak a szerkesztésben adunk új kontextusokat. De nem iszod a limonádét, Krisz, mert nem biztos, hogy nagyon idélik, hogy én biztos vagyok benne, hogy te olyan vagy, aki enélkül meg mit tudom, nem nagyon indul el. Tehát mindig a táskádban van valami, soha nem lehet tudni, nem? Tehát nem ez, vagy a telefonon is már mindent meg tudsz csinálni? Igen. Hát hogyha egy karakterben vagy, akkor nem az életben vagy. Nem, de sok rengeteg karakter úgy épít fel az ember, hogy saját élményeiből dolgozik, mert miből dolgozna egy élete az ember, és hát mondjuk, hogy dolgozol fel, hogyha egy nőt játszol, vagy egy gyereket, vagy egy homoszexuálist, vagy egy papot. Érted? Ezek mind ilyen szerepeket játszom. Mind izgalmas kívánság. Lényeg mindig az adott mag, az maga az embernek a saját személyisége, az a legfontosabb, az alakítja ki az egészet. Bizonyos személyiség jegyeket el lehet lopni másoktól, vagy karaktereket, ami erősíti a hatást, vagy a humort forrás, de alapvetően mindig az ember kell megtalálni egyszerűen. A mottóm, amit nem hiszem, hogy semmiféle ördögöző, hogy a kevesebb több, tehát ez a minimum a maximál, tehát hogy a minimál a maximál, tehát nem szeretem, hogy valaki túltolja, eltartja magától a karaktert, és valami nem létező embert próbál úgy eladni, vagy alakítani, hogy az hihetővé válik számomra. Tehát én van neki, hogy kisrealista, abszurd, ezekben nem hiszek ezzel a szóba. A néző az olyan, hogy a moziban, a színházban nézi és hat rá a színész, vagy nem. Ha hat, akkor jó, ha meg nem, akkor meg érdektelen számára. És ők döntenek. Ez neked olyan, mint egy kábítószer maga ez a te általad megkreált világ? Tehát tudnál nélküle élni? Ez inkább olyan, mint egy maszk. Egy maszk. A legjobb eltűnés az a feltűnés. Uh-huh. Hogy abban a pillanatban, ahogy el tudod hitetni a világgal, hogy te más vagy, mint ami vagy, akkor eltűnik az, ami vagy. Lényegében. Jó, ezt elrakom. Legjobb eltűnés a feltűnés. Ez nagyon jó. Tehát olyan, mint hogyha a kamera erőt adna, nem? Igen. Tehát erőt ad. Tehát ami a kamera nélkül lenne egy civil pillanatban, nem érzed azt az erőt, és a kamera egyszerűen emel rajta egyet, és a személyiségnek egy nagyobb lökést ad, és erőt, és abban a pillanatban kezdem úgy nagyjából érteni. Instára feltöltesz egy fotót, tök mindegy miről, tényleg volt mindegy. Nyilván igyekszik az ember valami arról, amiről jó sok lájkot kap. Igen. Mert a lájk az kicsit ilyen kis szeretett bombon, hogy jaj, de jó, engem szeretnek, odafigyelnek, fontos, amit csinálok, de jó. És igazából ez a fontosságérzés az, ami az embereknek a 99%-ában hiányzik, mert megvan alázva otthon, ha fiatal, akkor a szülei, hogyha... Hát nekem ilyenek nincsenek. És neked nincs önértékelési probléma, csak? Nincs.